Szeretettel köszöntök mindenkit mai történelem óránkon, melynek témája Magyarország a náci birodalom árnyékában. Mielőtt a szorosan vett korszakunkra rátérnénk, azért szükségesnek tartom, hogy néhány dolgot ismételjünk át a magyar külpolitikából. Elsősorban azokat a dolgokat, amik bemutatják, hogy Magyarország hogyan is kerül a náci birodalom árnyékába. Ugye az egyik nagyon lényeges momentum az, hogy Gömbös Gyulával a 30-as évek elején egy olyan személy kerül Magyarország élére, aki nem a régi arisztokráciához kötődik szorosan, mint például gróf Teleki Pál vagy gróf Bethlen István, hanem tulajdonképpen egy másik társadalmi réteg kerül közel a hatalomhoz, és ők egyrészt hoznak persze egy új színfoltot Magyarország kormányzásába, másrészt viszont ez már egy jobbratolódást is még inkább elősegít, és ez meg is történik ezzel a bizonyos miniszterelnöki posztra kerülése. Ugye Gömbös Gyuláról tudták már régen, hogy egy régi fajvédő politikus, aki már a 20-as években ilyen mozgalmakban vett részt, és igazából időnként a Bethlen kormány jobboldali ellenzékének is számított ő, illetve az ő általa irányított politikai erő. Gömbös, amikor hatalomra került, akkor több ok vezette az ő kormányzását. Ennek voltak ideológiai okai, és voltak gazdasági okai is. Ugye ahhoz, hogy a két világháború közötti történelmet megértsük, nagyon fontos elgondolkozni azon, hogy mik voltak a fő hajtóerők. És ugye más órákon lehetett hallani arról, hogy mi az a szegedi gondolat, igazából mi az az őrségváltás gondolata, és hát a revízióról nem is beszélve, Magyarországnak a fő céljai, ugye a revíziós célok megvalósítása, és az, hogy Magyarország ki tudjon törni abból az elszigeteltségből, amit a kisantant és részben a szövetséges hatalmak kényszerítettek ránk, és Gömbös ezen irányvonal mentén kezdett el tevékenykedni. Ő már 1932-ben lett miniszterelnök, már ott találkozott Mussolinivel, már ott ideológiai rokonságukat is megállapították, illetve piacot akart szerezni, például a magyar mezőgazdasági termékek számára. 1933-ban, ugye januárban Hitler hatalomra került, júniusban Gömbös már látogatást tett Berlinben, fennmaradt olyan levele, amikor Hitlernek megírta azt, hogy mi régi fajvédőtársat tartsunk össze. Excellenciár bizonyára értesült már arról, hogy megrendszabályoztam azt a zsidó újságírót, ami excellenciádról olyan rossz dolgokat írt. Tehát látszik, hogy van egy ideológiai rokonság is, de például a 34-es diplomáciai kapcsolat felvétele Szovjetunióval, az meg éppen azt mutatja, hogy nem csak erről van szó, hanem valóban gazdasági okai is vannak Gömbös szövetségkötésének. De a revíziós célok megvalósítása az mindenképpen előnyt élvez. Először úgy nézett ki, hogy ezeket a célokat mi Olaszország és Ausztria mellett tudjuk majd megvalósítani, de később jön majd elő ez a bizonyos német irányvonal. Gömbös Gyula ugye annyira jobbra viszi már a Magyarországot, hogy Hortinak ez nem tetszik, és Horthy igazából le akarja váltani, csak azért nem váltja le, mert kiderül, hogy rákos beteg, és hát kivárják azt, ameddig ő így távozik majd a magyar politika színteréről. A következő személy ugye Darányi Kálmán, akitől azt várja el a kormányzó, azt várja el Horthy Miklós, hogy igazából ezt az egyre inkább jobbra sodródást, ezt valahogy állítsa meg, ha lehet egy kicsit vegye vissza, és kezdjen el a nyugati szövetségesekkel is kapcsolatot felvenni, illetve kapcsolatokat ápolni. Ő ennek érdekében igyekszik visszaszorítani a magyar szélsőjobbot, és elkezd munkálkodni, amit úgy neveztek abban az időben, hogy a horizontális tengely. Elkezd munkálkodni azon, hogy egy Varsó, Budapest, Belgrád, Róma tengely jöjjön létre a Berlin-Róma tengely helyett, és Magyarország ne legyen annyira elkötelezett a náci hatalmak mellett. Nagyon érdekes, hogy mind Darányinál, mind majd Imrédinél meg lehet azt figyelni, hogy amikor Berlinbe látogatnak Hitlerhez, Hitler személyes varázsa, úgy mondjam, illetve az a katonai erő, amit felmutat Németország ezen látogatások során, meggyőzi őket arról, hogy mégiscsak a tengelyhatalmak mellett, és különösen Németország mellett kell elköteleződnünk. A 37-es berlini látogatáson igazából Hitler azt akarta kipuhatolni, hogy Magyarország mit szól az Anschlusshoz. Mit szól ahhoz, hogyha Németország csatlakoztatja magához, vagy bekebelezi Ausztriát, és ugye Magyarország közvetlen szomszéd állama, az a Német Birodalom lesz.
Hát ez elég ijesztően hatott valóban, mert többen akkor is mondták már Magyarországon, hogy nem biztos, hogy a németek megállnak az osztrák-magyar határon. Mi van akkor, ha egy kicsit keletebbre jönnek? Lényeg az, hogy Darányi igazából nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, mert nem tudta ezt a jobbratolódást megakadályozni. Viszont van mellette egy személy, aki igazából már Gömbös mellett is ott van, Imrédi Béla, aki ugye pénzügyi szakember, egy nagyon elismert, nemzetközileg is elismert pénzügyi szakember, és Gömbös vagy a nemzeti munkatervét már ő dolgozta ki, utána a Nemzeti Bank elnöke lett, és most Darányinak is kidolgozta az úgynevezett győri programot. Magyarország ekkor, mivel ilyen erős barátaink vannak, már joggal pályázik az egyenlőségre. Ez alatt azt értem, hogy a kisantant országai, Csehszlovákia, Románia és Jugoszlávia ellenében Magyarország joggal követel magának egyenjogúságot, például a fegyverkezés területén. És ezt nagyon jól megértik és megérzik a kisantant országai, és Magyarország majd Bledben aláír egy egyezményt 38. augusztusában, aminek az lesz a lényege, hogy Magyarország egyenjogú a fegyverkezés területén, és igenis joga van Magyarországnak fegyverkezni. De előtte márciusban ugye Darányi meghirdeti a győri programot, amikor 1 milliárd pengőt fordíthatunk hadseregfejlesztésre. És ekkor már ebbe a szomszédországok annyira nem mernek beleszólni. Darányit mégis leváltják, pontosan azért, mert nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, és ekkor jön Imrédi Béla, akinek, ahogy mondani szokás, a londoni Cityvel igen jó kapcsolatai voltak, és tőle tényleg azt várták, hogy majd a szövetséges hatalmak, az egykori antant hatalmak felé irányítja Magyarországot, vagy legalábbis nem lesz annyira egyoldalúan elkötelezett. A Bledi konferencia, amikor Magyarország megegyezett a kisantant országaival, az Hitlerből azért elég komoly elégedetlenséget váltott ki. Hitler akkor fogalmazta meg azt a híres mondatát, amit később többször idéznek majd tőle, illetve van, hogy a magyar küldöttségnek éppen Ribbentrop, a birodalmi külügyminiszter fog majd idézni, ami úgy hangzik, hogy aki a lakomán részt akar venni, annak a főzésből is ki kell vennie a részét. Miről szól ez a mondat, vagy mihez kapcsolódik ez a mondat? A magyarok puhatolják ki a németekből azt, hogy revíziós programhoz milyen segítséget kaphatunk. Hitler megfogalmazza először azt, hogy ő csak Csehszlovákia esetében támogatná a magyar revíziós igényeket, Csehszlovákia esetében viszont hajlandó ezt támogatni, és tulajdonképpen itt fordul az először elő, hogy a magyarok ugye elbizonytalanodnak egy kicsit Hitlerben, és azt mondják, hogy ha ő csak a csehszlovák revíziós igényeket támogatja, akkor talán valóban máshol is kellene puhatolózni, és ez az a bizonyos közép-európai szövetség, amit hát megfogalmaznak többen. A nyugati orientáció viszont nem sikerül, mert Imrédivel körülbelül ugyanaz zajlik le, mint Darányival. Elmegy berlini látogatásra, és ott teljesen lenyűgözi. Teljesen lenyűgözi az, amit ott lát. Rassai Károly fogalmazta meg, hogy egy más Imrédi jött vissza Berlinből, mint aki odament. És Imrédi akkor kezd olyan dolgokat megfogalmazni, ami aztán valóságosan egy szélsőjobbos fordulat. Ugye közben elfogadják már majd a zsidó törvényt, ugye az első zsidó törvényt, és ezzel először azt mondják, hogy ezt azért kellett megfogalmazni, azért kellett tulajdonképpen hozni ezt a törvényt, hogy a szélső jobb vitorlájából a szelet kifogja. Nincs túl nagy véleménye Imrédinek egyébként a Szálasi féle szélső jobbosokról. Azt mondja, hogy ezek ilyen magyar ellenes magyarkodók, akiknek ilyen mindenféle zavaros ideák vannak a fejükben, és őket inkább háttérbe kell valóban szorítani. Imrédi Béla, amikor már ilyen német orientációt kezd el követni, akkor például a Volksbundnak, a magyarok, tulajdonképpen a magyarországi németek egyesületének sokkal nagyobb teret enged majd, megengedi, hogy igazából az egyetlen pártja a németeknek ez legyen. Imrédi már előirányozza azt, hogy Magyarország kilépjen majd a Népszövetségből. Ugye a Népszövetségnek az volt a célja, hogy békésen oldjuk meg majd a konfliktus helyzeteket. Magyarország kilép majd szépen a Népszövetségből, ami majd már Teleki miniszterelnökségében fog megvalósulni, vagy annak az idején, illetve Magyarország csatlakozzon az Antikomintern paktumhoz. Meghirdeti a csodás forradalmát, tulajdonképpen belpolitikailag is egy komoly változást akar létrehozni, benyújtja a lemondását, amit Horthy nem fogad el, és talán Bethlen győzte meg Horthyt arról, hogy ne fogadja el Imrédinek a lemondását, mert rosszabb jön Imrédi után. De minden esetre
Amikor végül is úgy dönt Horthy Miklós, hogy Imrédit is leváltja, mert nem fűz, vagy a hozzáfűzött reményeket tulajdonképpen nem tudta beváltani, akkor ő nem eltávozik a politikai életből, hanem tulajdonképpen végig ott marad a háttérben, és a németeknek talán a legfontosabb embere lesz Magyarországon, akit majd mintegy kártyát elő tudnak húzni, ha arra van szükség, és újra miniszterelnököt kreálhatnak belőle. Végül is mibe bukott bele Imrédi? Kiderítették róla, hogy az egyik dédszülője zsidó származású, és ezért kompromittálódott, és végül is lemondott ennek következtében, és helyette jött Teleki Pál. Ugye Teleki Pálról tudjuk, hogy igazából végig Horthy Miklós embere volt, Bethlen Istvánnal együtt, ő volt az, aki a kormányzónak bizalmasa volt, akivel a budai várban, akár magánbeszélgetéseken, magántalálkozókon is sok mindent meg lehetett beszélni, és most már Horthy úgy gondolta, ugye 1939-et írunk már ekkor, hogy egy megbízható ember kell, és így 39. februárjában Teleki Pál lesz újra a miniszterelnök. De ugye ez már az az időszak, amikor ha egy kicsit kitekintünk, hogy mi folyik ekkor Európában, akkor már azt látjuk, hogy ekkor már megvan a müncheni értekezlet, és ekkor már megvan az a bizonyos bécsi döntés is, a 38-as bécsi döntés, a november 2-ai, amikor Magyarország visszakapja a felvidék déli magyar lakta részét, és ekkor már tényleg nagyon nehéz visszafogni ezt a bizonyos jobbratolódást. Ugye Hitler végül is azért fordult a müncheni konferenciához, mert látta azt, hogy Magyarország, ahogy ő igényelte, nem fog csapatokat küldeni Csehszlovákiába, hiszen ezen a bizonyos Bledi konferencián meg is egyeztek arról, hogy Magyarország nem fog fegyverekkel érvényt szerezni a revíziós igényeinek. Tehát ezért Münchenben a nagyhatalmakhoz fordult, tulajdonképpen ezt nevezik az első modernkori ilyen nagyhatalmi konferenciának, ahol ők megkapták a Szudéta vidéket, később létrehozták a Csemorva protektorátust, és aztán ezt használja majd ki Magyarország is, hogy bevonuljon Kárpátaljára. Ha most belpolitikailag nézzük, még egy kicsit visszatérünk ugye az Imrédi-Teleki váltásra, akkor az előbb említettem, hogy belpolitikailag nagyon súlyos a helyzet, hiszen Imrédinek azért sikerült akár a kormányba is bevinni már olyan embereket, akik inkább a szélsőjobbos irányvonalat képviselték. És ezzel a Magyar Élet mozgalommal szintén egy ilyen nagy tömegpártot, tömegmozgalmat akart létrehozni, és azt mondta, hogy olyan forradalmat fog létrehozni ezzel a bizonyos csodás forradalommal, amit emlegetni fognak még évszázadok múlva is Magyarországon. Telekinek természetesen nem sikerült egy csapásra kicserélni, ezeket a személyeket nem sikerült egy csapásra megváltoztatni, ezt a bizonyos kormánypártot sem, de azért igyekezett, amit lehet kihozni, amilyen változást lehetett kihozni ebből, létrehozza a kormányzó pártot, átnevezi Magyar Élet pártjának. Magyarország, ahogy mondtam, az ő idejében csatlakozik az Antikomintern paktumhoz, viszont betiltja Szálasi pártját, a Nemzeti Akarat pártját, ami aztán Nyilas párt néven azonnal újjá is alakul, és Magyarország ekkor, amit Imrédi előirányzott, kilépett a Népszövetségből. Tehát ezek mind-mind mutatják azt, hogy Magyarország valóban szinte megállíthatatlanul húz jobbra. Elfogadják a második zsidó törvényt. Ugye az első zsidó törvénynél nem tértem ki az előbb arra, de ez egy külön téma, de azért megemlíteni mindenképpen fontos, hogy az első zsidó törvény lényege az, hogy vallásilag határozza meg azt, hogy ki a zsidó, vagyis arra vonatkozik a törvény, aki az izraelita felekezetnek a tagja. Ez bizonyos értelmiségi pályákon 20%-ra csökkenti az izraelita felekezethez tartozóknak az arányát, és bizonyos értelmiségi pályákon azt a fajta őrségváltást akarja megvalósítani, amiről már a 20-as években beszélnek. Vagyis, hogy keresztény uralom alá kerüljön a sajtó, a különböző értelmiségi pályák, és hát aztán majd később az anyagi élet is. A második zsidó törvény már szigorít ezen, ezt megint indokolják azzal is, hogy hát azért kellett ez a második zsidó törvény, hogy a szélső jobbosok ne hozzanak egy még durvább törvényt, illetve ez az erősödő német orientáció ne jusson el oda, hogy azokat a törvényeket kelljen meghozni, amit például Nürnbergben 35-ben Hitlerék. A második zsidó törvény viszont már fajilag határozza azt meg, hogy ki a zsidó, és nem számít, hogy melyik felekezetnek a tagja, és azt mondják, hogy az az illető, akinek az egy szülője vagy két nagyszülője zsidó származású, vagy az izraelita felekezet tagja,
azok a személyek a törvény hatálya alá esnek, és itt már az állami intézményekből is elkezdik kiszorítani a zsidó származású személyeket. 39. májusában van egy választás, amin a szélső jobbnak az addig példanélküli előretörését láthatjuk. 49 nyilas mandátum születik, a 260 képviselőből ez egy igen magas szám, tehát ez is mutatja, hogy tulajdonképpen ez a jobbratolódás teleki másfajta politizálása ellenére sem áll meg, viszont azt meg kell jegyeznem, hogy Teleki antiszemita volt, nem annyira, ugye földrajztudósról beszélünk, nem annyira volt antiszemita, mint Csolnoki Jenő, az ő nagy tanítója, a földrajztudós, mert ő talán még antiszemitább volt, mint Teleki, de ez ebben az időben annyira nem volt ritkaság, és Teleki többször hangsúlyozza, hogy ő a második zsidó törvény például nem német nyomásra hozta. De ne felejtsük el, hogy 1920-ban ugye a Numerus Clausus is az ő nevéhez köthető, ugyanakkor nagyon ambivalens a zsidósághoz való viszonya, mert például az egyetemen még a tanársegédei között is volt zsidó származású. Tehát nagyon érdekes megközelítés, hogy nem igazából arról van szó, hogy ő gyűlölte a zsidókat, hanem ő azt gondolta, hogy ez, hogy a törvény által kiszorítja a zsidó származású embereket a hatalomból, bizonyos pályákról, ezzel ő a magyar fajnak, ahogy ő mondta, a magyar fajnak kedvez, és a magyar faj térnyerését fogja elősegíteni. Tehát belpolitikailag azért vannak ilyen változások. Telekinek a politikáját, ami leginkább jellemzi, az az úgynevezett fegyveres semlegesség elve. Jól lehet, egyébként ezt a fogalmat ő igazából nem használta. Tehát ő nem mondta a saját politikájára a fegyveres semlegességet. Teleki, mint földrajztudós, ő ugye járt sokszor nyugaton. Ő tisztában volt az Egyesült Államok gazdasági potenciájával, tisztában volt Anglia gazdasági erejével, és ő már a háború előtt azt mondta, hogy ezt a háborút, ha kirobban egy világháború, akkor azt Németország valószínűleg el fogja veszíteni, mégpedig a gazdasági okok miatt fogja elveszíteni. Tehát Magyarországnak például emiatt sem szabad csatlakozni háborús akcióhoz, háborús tevékenységhez. A revíziónk megvalósítása az nagyon fontos, és ez úgy tűnik, hogy a németek oldalán lesz elérhető, mivel a németek ennek a térségnek az urai. De nekünk úgy kell elérnünk a revíziós céljainknak a megvalósulását, hogy a magyar hadsereg ne morzsolódjon fel, a magyar hadsereg ne vegyen részt fegyveres akciókban, a magyar hadsereg legyen megőrizve a háború alatt végig, azért, hogy ne járjunk úgy, mint az első világháború után. Hogy egy szétzilált hadsereggel nem tudtuk azt megakadályozni, amikor a szerb, meg a cseh hadsereg, meg a román hadsereg Magyarországra nyomult be az első világháború után. Tehát mondta, hogy még egyszer nem járhatunk itt, tehát meg kell őrizni a fegyveres erőt arra, hogy a világháború után a közben visszanyert területeket meg tudjuk őrizni. És ez egy nagyon fontos dolog volt. Az más kérdés, hogy ez a gyakorlatban ez mennyire megvalósítható. Ugye Hitler mit mondott, már idéztem egyszer ezt, azt mondta, aki a lakomán részt akar venni, annak ki kell vennie a részét a főzésben. Várható volt, hogy előbb-utóbb Magyarországnak be fogják nyújtani a számlát. Tehát, hogyha területeket fogunk visszakapni, és azt továbbra is német és olasz segítséggel, akkor előbb-utóbb idézőjelben jön a pincér, és be fogja nyújtani a számlát, és ezért fizetni kell majd. Barca György londoni követ segítségével egyébként igyekszik a jó viszonyt megőrizni, az angolokkal például, meg a franciákkal is próbálkozik, tehát szereti őket biztosítani arról, vagy szeretné őket biztosítani arról, hogy Magyarország a térség domináns hatalma Németország mellett elkötelezett, de ez csak egy geopolitikai szükségszerűség, de egyébként nekünk semmi bajunk nincs nyugattal is, mi tulajdonképpen szeretjük a nyugatot, stb. Hát ugye ez egy darabig megvalósulhat, az angolok jelzik is egyébként, hogy amennyiben Magyarország olyan lépésekre szánná el magát, ami nem tetszik nyugatnak, akkor Anglia meg fogja szakítani a diplomáciai kapcsolatot Magyarországgal, tehát Teleki ezzel tisztában van. Ugye Németország kirobbantja a világháborút 39. szeptember 1-én, és ezen a térképen jól látható is, hogy amikor kirobban a világháború, akkor ugye szeptember 1-én megtámadják a németek Lengyelországot, és a Molotov-Ribbentrop paktum értelmében, a titkos záradéka értelmében szeptember 17-én
A Szovjetunió is megtámadja Lengyelországot, és két irányból ugye szorítják össze őket, és megegyeznek abban, hogy hogy fogják felosztani. Ekkor nagyon sok lengyel menekül Magyarországra. Teleki már itt egyszer nemet mond Hitlernek, mert Hitler kéri, hogy a német csapatok Magyarországon az észak-magyar vasútvonal segítségével vonulhassanak át lengyel területekre. A katonák átvonulását nem engedi meg Teleki, a hadianyagot szállítanak itt át, de a német hadsereg átvonulását nem engedi meg, és erre nemet mond. Ez természetesen megint nem tetszik Hitlernek, de hát ugye a lengyel-magyar két jóbarát szlogen alapján sem engedheti ezt meg magának Teleki, a magyar közvélemény miatt sem, meg nem akar elköteleződni, bár ez egyre inkább nem egy reális cél. Lengyelek közül ugye menekülnek Magyarországra több mint 100 000, akik aztán persze a többségük Jugoszlávián keresztül majd tovább menekül Magyarországról, tovább megy nyugatra. Néhányan viszont letelepednek Magyarországon, és például Balaton-Bogláron ugye iskolát is hoznak létre számukra. Nem véletlen, most egy kicsit kibeszélek a szövegből, nem véletlen, hogy később, amikor van ez a nagy vita, hogy Teleki kapjon-e köztéri szobrot, vagy ne kapjon köztéri szobrot. Ugye egyesek a Budai Várban szerették volna, Budai Várnál szerették volna Teleki szobrot felállítani, akkor sokan mondták, hogy egy ilyen bevallottan antiszemita ember nehogy már a Budai Várban legyen ott még akár szobor formájában is, de Balaton-Bogláron végül is ezt a szobrot felállították, és ott található Telekinek a szobra, ahol nagyon sokat tett a lengyel menekültekért. 1940-es évben vannak azok ugye, hogy a németek nyugaton előre törnek. És amikor Franciaország összeomlik, akkor látszik az, hogy a németekkel azért nem biztos, hogy olyan könnyű lesz elbánni, és 1940-ben ugye Telekinek újra át kell értékelni a politikáját, hogy akkor mennyire, hova kell orientálódnunk. Viszont a következő, ugye Magyarország, amikor a Csemorva protektorátus létrejött, akkor bevonult Kárpátaljára, megvan a második lépése a területi revíziónak. A harmadik lépésre igazából akkor kerül sor, amikor ugye 1940-ben a Szovjetunió előlép egy olyan területi igénnyel, hogy Besszarábiát követeli Romániától. A bolgárok előállnak azzal, hogy Dél-Dobrudzsát Románia adja át nekik. És ekkor látják a magyarok azt, hogy hoppá, mi van akkor, ha most mi követeljük Erdélyt? Németország, ugye Hitler azt válaszolja, hogy ő inkább most várakozó állásponton van, mind a kettő szövetséges, a Magyarország is, és Románia is, nem szeretné egyik szövetségessel sem megrontani a viszonyát, ezért Németország várakozó álláspontot képvisel ekkor. Az angolok még ekkor azt mondják, hogy ha a magyarok és a románok meg tudnak egyezni, akkor tulajdonképpen miért ne? Akkor szó lehet erről a bizonyos revízióról. A Szovjetunió kifejezi azt, hogy sőt, ők még támogatják is azt, hogy Magyarország csak nyugodtan csatolja vissza Erdélyt, mert hát hiszen az jogosan Magyarország területe, és jogosan követelik vissza. Így jön majd létre ugye a második bécsi döntés, mert ugye Szörényváron, Turnu-Severinben vannak tárgyalások, de ezek a tárgyalások nem vezetnek eredményre. Ugye 103 000 négyzetkilométert kapott Románia Magyarországból a trianoni békeszerződésben, a magyarok 70-et követelnének ebből vissza, a románok nem akarnak ennyit adni, nem születik megegyezés vagy megállapodás, ekkor ugye szintén az olasz-német döntőbírósághoz fordulunk, és visszaadják nekünk Észak-Erdélyt. Ez egy 43 000 négyzetkilométeres terület, viszont ennek szintén súlyos ára lesz, mondhatnám egyre súlyosabb ára lesz a revízió megvalósulásának. Mégpedig ennek mi az ára? Ugye Magyarország csatlakozik a három hatalmi egyezményhez, ezzel kimondatlanul teljesen vége van a semlegességi álmoknak, tehát innentől kezdve az mondhatnám majdnem vicc kategóriája, hogy Magyarország semleges, amikor már a három hatalmi egyezmény, ez ugye november 20-án csatlakozunk, német nyomásra szabadon engedik Szálasi Ferencet, ez szintén mutatja, hogy egyre inkább jobbra, most már szélső jobbra tolódunk, előkészítik a harmadik zsidó törvényt, ugye a harmadik zsidó törvény az például már megtiltja zsidók és keresztények házasságát. Még nagyobb élelmiszer és takarmányexport megy majd Németországba, illetve a Volksbund az most már majdnem, hogy Berlinből irányított szervezetté válik. És tulajdonképpen Hitler megcsillantja azt, hogy mi lenne, ha azon a magyar területen, ami ott Baranya, Tolna, illetve a Baranyai Háromszög, Délvidék, ezen a területen mi lenne, hogyha egy német bábállamot hoznának létre. Mivel, hogy ott a német etnikum aránya igen magas. Ez tulajdonképpen egy ilyen zsarolás lesz,
majd a magyarok felé teleki, ezt annyira komolyan veszi, hogy rajzol is egy ilyen térképet, ahol hát igazából felvázolja azt, hogy na hogy lehetne és hol lehetne ez a német állam, és Magyarország akkor most mennyi területet veszítene, és hát a németek ellen, vagy a németek javára, ami ellen igazából nem nagyon tudnánk mit kezdeni. Lényeg az, hogy tulajdonképpen egy út marad. Tehát egy út marad, Jugoszlávia felé való úgymond kitörés. Tehát Jugoszlávia az egyetlen olyan ország, ami felé próbál orientálódni Teleki, és decemberben megköti az örök barátsági szerződést Jugoszláviával. Ugye, ahogy mondtam, novemberben már csatlakoztunk a három hatalmi egyezményhez. Jugoszlávia nem akar ehhez csatlakozni, de aztán Hitler nyomására mégiscsak csatlakozik. Március 25-én, ekkor viszont történik egy puccs, leváltják ezt a kormányt Jugoszláviában, és a helyére kerül egy antant barát kormány. És ekkor dönt úgy Hitler, hogy ezt nem engedheti meg magának, ezt nem engedheti meg, hogy Jugoszlávia egyszerűen csak így kisétáljon az ő szövetségéből, kisétáljon a három hatalmi egyezményből, és úgy dönt, hogy megszállja Jugoszláviát, és ehhez a magyarok segítségét kéri, hogy a magyarok engedjék meg egyrészt a német csapatok átvonulását Jugoszlávia felé, másrészt pedig a magyarok is vegyenek részt bizonyos akcióban. Teleki tudja, hogy ez azzal jár, hogy, ja és Horthy ebbe beleegyezett. És Teleki ezen nagyon megdöbbent. Hogy Horthy beleegyezését adta ebbe, ugyanis Horthy teljesen megrészegedett már ekkor attól, hogy visszakaptuk a Felvidék déli részét, Kárpátaljára bevonultunk, Észak-Erdélyt visszakaptuk, és most a Délvidék, a Baranyai Háromszög, a Muravidék, Muraköz visszaszerzésének az esélye is megcsillant, és Horthy hozzájárult Hitlernek ez a követeléséhez, Teleki pedig nem látott más kiutat, öngyilkos lett, és ezt az öngyilkosságot ugye elkövette április 3-án, és úgy gondolta, hogy talán ez egy olyan fajsúlyú cselekedet, ami Horthy kormányzót majd jobb belátásra bírja. Horthyt nem bírta ez jobb belátásra, ugye ebben a búcsúlevélben leírja azt Teleki, hogy hitszegők, szószegők lettünk, hogy hullarablók leszünk, hogy a leghitványabb nemzetté válunk, és azt mondja Horthy felé, hogy nem tartottalak vissza, bűnös vagyok. Tehát de Telekiről egyébként is tudni kell, hogy nagyon hajlamos volt a depresszióra. Tehát Teleki egyébként is, mint ember, nagyon hajlamos volt arra, hogy többször depresszióba essen, hogy teljesen elhagyja magát, ráadásul ugye vesebeteg volt, ez megint csak hozzájárult az ő depressziójához, és látszik az, hogy ez a hajlam ez most az életét követelte, és öngyilkosságot követett el. A magyar csapatok viszont igazából másnap mozgósítottak, és elindultak a Délvidéknek a Magyarországhoz csatolására. Igaz, addig, ameddig a független Horvátországot nem kiáltották ki, addig ez a Magyarországhoz csatolás még nem történt meg, csak akkor, amikor Horvátországot, hát tulajdonképpen egy usztasa államot hoztak létre, kikiáltották Horvátország függetlenségét, akkor a magyar seregek átlépik majd a határt, és Bárdossy László, a következő miniszterelnök azonnal követeli, hogy azok az emberek a Vajdaság területéről, a Délvidék területéről, akik 1918 után költöztek oda, ugye ezt tudjuk, hogy szerveket telepítettek oda, például Montenegró környékéről, azok, akik 1918 után kerültek oda, azok azonnal hagyják el a vidéket, hát ez több mint 100 000 ember volt, tehát a magyarok elkezdtek egyből olyan intézkedéseket hozni, amivel megsértették a szerbeket, megsértették a délszláv embereket, nem beszélve a hideg napokról, amikor több mint 3000 szerb, illetve zsidó származású embert mészároltak le. Hát ennek azért majd lesz következménye, a Tito partizánjai ezt többszörösen megbosszulják majd 1944-45-ben. És akkor ugye azzal fejezném be, hogy végül is miért lépett be Magyarország a háborúba, amikor már ténylegesen belép majd a Szovjetunió ellen. Ugye amikor Németország megtámadta a Szovjetuniót, Románia is hadat üzent Szovjetuniónak. A magyarok féltek attól, hogy ha mi most nem lépünk, akkor Magyarország nem tudja majd további igényeit érvényesíteni, vagy nem tudja megtartani ezeket a területeket. És ezért lett az, hogy ugye a vezérkar az egyébként is eléggé a szélső jobb felé húzott. És például Werth Henrik, vezérkari főnök, az
több pontban felsorolta, hogy Magyarországnak miért kell hadba lépni Németország mellett, ezt Németország úgy is megnyeri, nem tudjuk a területi igényeinket érvényesíteni, ez egy villámháború lesz, biztos a győzelem, történelmi pillanat, nem lehet most, hogy mi nem megyünk Szovjetunió elleni támadásra. Molotov küldött Magyarországra egy táviratot, amiben az volt, hogy Szovjetuniónak semmilyen követelése nincs Magyarországgal szembe, hogy a magyarok maradjanak ki ebből a Szovjetunió elleni háborúból. Nem, utána jön ugye Kassa bombázása, amit mai napig nem tudunk, hogy ki követett el, és aztán 27-én, 41. június 24-én Magyarország is belép a Szovjetunió elleni háborúba, és ezzel gyakorlatilag fegyveresen a világháborúba. De ez már egy másik órának a témája. Nézzük akkor, miről beszéltünk mai alkalommal. A jobbratolódás első lépéseit néztük először, még Gömbös, Darányi és Imrédi idejében. Utána láttuk azt, hogy a nagyhatalmi konferenciák segítettek abban, hogy Magyarország a revíziós igényeit végrehajtsa. Igaz, hogy ezeken a konferenciákon egyre inkább már csak a tengelyhatalmak vettek részt, és egyre inkább arról szólt, hogy német és olasz döntőbíróság ítélte vissza nekünk ezeket a területeket. Ugye négy szakaszban valósult ez meg. Utána beszéltünk a fegyveres részvételről, és arról, hogy Magyarország a semlegesség politikáját akarja követni, a fegyveres semlegesség politikáját és a tengelyhatalmak mellett csak annyira akarunk elköteleződni, hogy ne kelljen a hadseregünket felmorzsolni. Ez természetesen egy darabig megy, aztán nem, mert benyújtják a számlát, mert a nyugat elfordul Magyarországtól. Amikor kirobban a világháború, akkor még lengyel menekülteket fogadunk be, akkor még nem veszünk részt az akciókban. 40-ben viszont a német sikerek láttán három hatalmi egyezményhez csatlakozunk is, bezárul Magyarország körül a gyűrű, Jugoszláviával tudunk már csak szerződést kötni, de sajnos 4 hónap múlva ezt is megszegjük, amikor már 41-ben tulajdonképpen magyar akciónak is történnie kell a délvidék visszacsatolása kapcsán. És akkor szeretném, hogyha megnéznénk egy ehhez kapcsolódó érettségi feladatot. A feladat Magyarország két világháború közötti történetére vonatkozik. Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei alapján. Ugye itt Teleki Páltól van egy forrás, egy bizalmas beszélgetése 39 végéről. A németekkel kell mennünk, mert másképp nem lehetséges, de csak egy bizonyos pontig. Ez a pont, ez a határvonal a háborúban való részvétel. Ezt semmi esetre sem fogjuk megtenni, mert idegen érdekekért nem fogunk vérezni hiába. A revízió, és ezt csak neked mondom, a legnagyobb veszély, amely fenyeget, de ezen nem tehetek semmit, mert belebukom. A közvéleményünk meg van őrülve, mindent vissza, akárhogy, akárki által, bármely áron. A revízióba bele fogunk pusztulni, ez fog minket a háborúba belesodorni. Most Erdélyen a sor. Rettegek, mi lesz akkor. Ha Erdély visszajön, ezzel örökre elköteleztük magunkat a németeknek, akik majd aztán követelik az árát. Igen, és akkor itt lehet látni egy térképet. A Magyarországhoz visszacsatolt területek Teleki Pál miniszterelnöksége idején, ugye itt látjuk a lakosságot, látjuk azt a területet, ami visszatért, és ugye ezekhez a forrásokhoz kapcsolódnak a következő kérdések. Határozza meg, melyek voltak Teleki külpolitikájának legfontosabb elemei, kettőt nevezzen meg, elemenként fél pont. Ugye tudjuk, hogy ha kettőt kell megnevezni, akkor itt igazából valószínűleg többet is meg lehet. Például a revízió lehet egy ilyen, ami Teleki külpolitikájának a legfontosabb eleme, de hát az említett fegyveres semlegesség, vagy például a tengelyhatalmak oldalán maradni, de például elkerülni a háborút, tehát itt többet is lehet írni. Talán a revízió és a fegyveres semlegesség az, ami a legkézenfekvőbb. A következő értelmezze Teleki véleményét a német szövetségről. Itt kétféle megállapítás kell, ugye? A német szövetség szükségszerű volt, mert hát például azért, mert a revízió csak velük karöltve érhető el, vagy ők a térség urai, és velük valósulhat ez meg, és veszélyes, például miért veszélyes ez? Azért, mert kiszolgáltatottá válunk a nácik mellett, illetve belesodródunk a háborúba, és ahogy mondtam, azt ugye tudjuk, hogy Teleki már ekkor tudta, hogy valószínűleg német vereséggel végződik majd ez a háború. Fogalmazza meg Magyarország területgyarapodásának külpolitikai következményeit.
Hát például Magyarország csatlakozik a három hatalmi egyezményhez, vagy Magyarország mégiscsak belesodródik a háborúba, itt is tartalmilag többféle válasz elképzelhető. Nagyon köszönöm a figyelmet!